Kedves nézőink, ezekben a napokban mérkőznek meg egymással a körzet legjobb diákatlétái. A tegnapi versengésre mi is kilátogattunk. Nemrégiben még a körzeti labdarúgó diák olimpiai küzdelmek zajlottak a sportcentrumban, április utolsó napjaiban azonban már az atlétika következett a sorban. Hogy zajlottak ezek a versenyek? Ezek is 4 napon át zajlottak, korcsoportok szerint, ugyanúgy, mint a labdarúgásban. Itt is 2., 3., 4. korcsoportnak voltak versenyei, illetve még visszavon az egyéni versenyszámok a 3., 4. korcsoportnak. A múlt héten pénteken kezdődött az atlétika, ott a legkisebbek, a 2. korcsoport, azaz a 3., 4. osztályosok 3 próbában mérték össze a tudásukat, ami távolugrásból, 60 méteres futásból és kislabdahajításból állt. Itt összetett csapatversenyt és összetett egyéni 1., 2., 3. helyezést hirdettünk eredmény hirdetéskor. Ugyanezek a versenyszámok vannak a 4. korcsoportban és a 3. korcsoportban is, annyi kiegészítéssel, hogy a nagyobbaknál már van 600 méteres, illetve 800 méteres futás, valamint a legnagyobbaknál súlylökéssel egészül ki, és így lesz 5 próba a 4. korcsoportra. Hova mehetnek tovább az itt legjobban szereplők? Itt, akik a 3 nap versenyeit megnyerték, azok a megyei döntőn vesznek részt május 11-én, 12-én Veszprémben. Kik szerepeltek a legjobban, melyik iskola diákai, illetve honnan jöttek egyáltalán a versenyzők? Ajka körzetéből mindenhonnan érkeztek csapatok, tehát Urkutról, Halimbáról, Kislődről és Ajka összes iskolájából versenyeztek. Hát most már hagyományosan a Fekete-Vörös Marti csapatai a legjobbak atlétikában évről évre, úgyhogy most is mind a 3 korcsoportban és mind a 2 nemnél, a fiúknál, lányoknál is a Fekete-Vörös Marti csapatai nyerték meg a versenyt. A Fekete-Vörös Martisok tavaly is szép sikert értek el. Így van, tavaly a 3. korcsoportosok országos diákolimpiai bajnokságot nyertek a 4 próbában, illetve 400-as váltóban is. Hát reméljük, a utódjaik is az idén valami hasonlót fognak elérni, bár nagyon nehéz, de bízunk benne, hogy a megyei döntőn jól fognak szerepelni. Csütörtökön az egyéniben is ugyanezek a versenyszámok lesznek? Így van, ugyanezek a versenyszámok, mind ami az 5 próbában, 4 próbában voltak, csak itt egy tanuló maximum 2 versenyszámban indulhat, és akkor abban a versenyszámban lehet az érmekért küzdeni. Ugyanakkor lesz az egyéni megyei olimpia is? Így van, az is május 11-12-én lesz, tehát ugyanúgy, aki itt az első helyet, illetve itt már a egyéniben a 2. helyezettek is, tehát az első 2 helyezett részt vehet a megyei döntőn. Az eddigi tapasztalatok alapján mi várható a megyei diák olimpián? Mint már mondtam, tavaly 2 csapatunk is országos bajnokságot nyert, tehát azt így a megyeit is nyerték, de ezen kívül még több csapatunk nyert a megyein, akik országosan 4., 8., 12. helyet értek el, ami, ahogy nézzük, a országosan 12. helyezés az is szenzációs eredmény, mert tehát csak a városi bajnokságról, illetve a körzetiről már 6-7 csapatot megelőztek, hogy bejutottak a megyeire, a megyei döntőn szintén 9-10 csapat, és akkor ezt ugye szorozzuk be a 19 megyével, meg a Budapesttel, a fővárossal. Tehát a 12. hely az azt jelenti, hogy legalább 4-500 csapatot megelőztek országos szinten, úgyhogy az is nagyon szép. Úgyhogy hagyományosan az ajkai csapatok a megyei döntőn jól szoktak szerepelni, tehát több első helyezésre számítunk idén is, hogy az ajkaiak jó eredményeket érnek el.